mindannyiunkat képviselem, DJ NSO, most figyelj! Itt vagyunk a Margit-szigeti fanzónban. Ugye most nincs tele, direkt délután jöttünk ide, nem meccs időpontban, azért, hogy kipróbálhassunk itt mindent, mert rengeteg dolog van tényleg, amivel itt el tudja az időt tölteni az ember, jól tud szórakozni. Úgyhogy Huber Tomi kollégánk, alias DJ NSO, ki is próbált itt néhány dolgot. Ez itt a magyar feltalálóknak a sátra, ahol a gyerekek egy ilyen interaktív játékok segítségével azokat a találmányokat, amiket ugye kitaláltak, ezeket most itt ki is próbálhatják élőben, egy kicsit mai felfogással átalakítva. Legnépszerűbb az a dinamo, ugyanis nyilván ugye itt versenyautókat lehet mozgatni az áram segítségével, ugye hogy egy biciklit tekernek. Magyar vagyok, úgyhogy 5-ből 5-öt szeretném bedobni mindenképpen. De az Nagy Viktor van a kapus, igen, úgyhogy lehet, hogy ma nem. Hát mert nem tudom, meglátjuk. Igen, akkor egy két lépést előre. Úgy. És nézzél lefele az érkező medencével, 3 másodperc, még lejjebb egy picit, még lejjebb, úgy, és várj 3 másodpercet, és nézzél előre, nem, még. Jó. Jó volt. Így jobb volt, ugye? Abszolút, igen. Magán. Lili meg Aladi. És melyikből fogyatnál? Hát arányilag 50-50%-ban. Egyszerre kettőt vesznek. Igen? Inkább külföldiek vagy a magyarok? Itt a 64-en. Aha, külföldiek javára? Vagy magyarok javára? Aha. Mindegyik színnek van jelentősége, ugye a sárga adja az éneket, ez a tehát most ezt levette, ugye el is megy. Ezek az ilyen világos kékek, az ilyen effektek, úgy mondom, vannak a sötétebb kék, ezek a háttérzene, ilyen basszus, és a piros az ütem. Mindannyiunkat képviselem, DJ NSO, most figyelj! Szűcs Gergely itt a Margit-szigeten, a szurkolói zóna házigazdája. Hát Gergő, mesélj valamit, hogy hogyan érzed magad, mik az eddigi tapasztalatok? Hát szeretettel köszöntök mindenkit. Lenyűgöző egyébként az, ami itt esténként kialakul. Napközben azt lehet látni, hogy progresszív jelleggel épül a hype, folyamatosan érkeznek az emberek, és nekem, mint speakernek, moderátornak az a feladata, hogy időnként a kivetítők és a különböző berendezések segítségbevételével felhívjam az emberek figyelmét arra, hogy folyamatosan vannak különböző programok, ilyen futrák, olyan fröccsözési lehetőség, stb. Többféle koncert is van egy nap. Általában a csúcspont az mindig a magyar vízilabda mérkőzések, amikből eddig folyamatosan minden nap jutott nekünk, felváltva mennek ugye a férfi és a női válogatott meccsek, és botrány az a hangulat, ami itt kialakul. Nagyon élik az emberek, nagyon lehet együtt szurkolni, lehet őket buzdítani, nagyon élvezik, hogy nagy kivetítőn láthatják, hogy mi történik, és tényleg hátborzongató. Másfél, légy szíves, hogy tetszett, mi tetszett a legjobban egyáltalán, milyen élmény volt az itt eltöltött másfél óra?
Jó volt, tehát én igazából azt emelném ki, hogy minden korosztály számára megvan a megfelelő szórakozási lehetőség. Ugye kezdtük itt ennél a sátornál, ahol különböző gyerekprogramokat, illetve gyerekeknek kitalált szórakoztató logikai játékokat találhatunk, és ahogy teszünk egy kört, úgy megtaláljuk a tinédzsereknek, a 20-30 éveseknek, a felnőtteknek és az idősebb korosztálynak is a megfelelő szórakozási lehetőséget. Milyen érzés volt megírni a nyár slágerét? Tudom, hogy néhány hét múlva kezdődik egy elég nívós fesztivál itt Magyarországon, és hát ha fel tudom még hívni a szervezők figyelmét arra, hogy itthon is van még DJ tehetség, és hát ha szólítanak nekem egy helyet még ott a nagy színpadon. Megmondom őszintén, élveztem, tehát láthatóan két szurkolom volt, mindannyian körülbelül ilyen 10 évesek lehettek, ők élvezték, én azt vettem észre rajtuk. Kiadnék egy lemez szerintem, ők ketten lehet, hogy megvenné. Fél időben 10-1-re vezet a magyar válogatott, de hát azért ránk fér a szurkolás. 2-3, hajrá, magyarok!